A szaggató zenekar húzta a talpalávalót a Napsugáróvoda Munkácsi utcai tagovodájában szeptember 22-én délután a háromnapos őszköszöntő programsorozat utolsó állomásán. A programsorozatra az önkormányzat humánpolitikai bizottságának tavaszi pályázatán nyert forrást a tagovoda, pályázatuk címe a népi játékok a régi korok tükrében volt. Nagyon fontosnak tartjuk az óvodai nevelésünkben a mozgás mellett a hagyományápolást. Sok játékot ismernek a gyerekek, az új játékokat, de a régi játékokat, a régi népdalokat már annyira nem. Nagyon sok dalt tudnak, de azt, ami a médiából jön, és amit koncerteken népzenészek adnak, azokat a dalokat nem minden gyerek ismeri, és nem minden korosztályhoz jut el, és arra gondoltunk, hogy ez nekünk fontos lenne. Hogy tanítem, száz aranyom volna, a bűncsem is, A zenekar meglepetéssel készült a szüreti alkalomra. Körülnéztem ugye a népzenetárában, hogy mi az, ami ide passzol, ide illik. Nyilván olyan dalokat válogattunk, ami gyerekeknek is azt mondom, hogy a tudástárában esetek felelhető, de alaposan tudunk segíteni, mert eleve úgy kezdünk, hogy lesz egy kis énektanulás, és azt követően ezeket az énekeket fogjuk majd alkalmazni a táncos műsorba is. A táncos műsorban Kosnás Árpád néptáncoktató is közreműködött. Az én szerepem az, hogy ez a tematika, ami majd felépítésre kerül, ez a szület, ez ugye sok mozgással, sok játékkal, kicsit élvezetesebbé tegyük, gyerekeket megmozgassuk, és egy jól érezzük magunkat. Alaptánc lépéseket tanulhattak a gyerekek, beszélgettek a néphagyományokról, a szüretről, és el is játszották azt szüleikkel együtt. A szüreti rendezvényt Zsíros Kenyér Parti zárta az óvodában.